A kissé szeszélyes időjárásra való tekintettel a diákok egyik fele a tornateremben, a többiek pedig az osztályteremben zárták az évet. Az iskola igazgatója az iskola rádiórendszer segítségével köszöntötte a teremben ülő gyerekeket is. Beszédében úgy fogalmazott, a tanévzáron minden évben összegzik, miből mennyi volt az évben. Mennyi öröm és mennyi szomorúság ért bennünket. Nehéz összevetni azokat a történéseket, amelyek a tanév során megvalósultak, akár akartuk, akár nem, fogalmazott az igazgató. Hiszen fájdalmas veszteségek is érték a közösséget, de szerencsére örömből is akadt bőven. Megköszönte a diákok, a szülők és persze a pedagógusok munkáját, segítségét, és idén is átadták a Várkonyi gyűrű kitüntetést. Az idei évben is megszületett a Várkonyi gyűrű díjazottjának a neve, ami egy lezárt borítékban van, hárman tudunk róla, és ahogy szoktuk, átadom igazgatónak, hogy ő olvassa fel a nevet. A kitüntetésben részesülő pedagógus nevét tehát az iskola igazgatója ismertette. A Várkonyi gyűrű 2018. évi díjazottja Verebélyi Csilla. Ezt a kitüntetést még 2014-ben alapították azzal a céllal, hogy elismerjék azoknak a pedagógusoknak a munkáját, akik emberi értékeikkel, kollégáikhoz való viszonyulásukkal és szakmai munkájukkal kivívták munkatársaik megbecsülését. A kitüntetés átadása után pedig elérkezett az a pillanat, amit tanárok, diákok egyaránt nagyon vártak már. Ezzel a 2017-18-as tanévet most már tényleg bezárják.